Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és a 8. résszel folytatjuk a Warhammer 3 Let's Play sorozatot Mother Ostankiával. És igen, Mother Ostankia, ahogy ő is mondta. És ugye sikerült végül Kairoszt elintézni, úgyhogy most tartok délnek. Igazából nem tudom pontosan mi volt a feladat, vagy mit akartam ezzel, de most tudom, hogy most mit akarok. Azt akarom, hogy eljutni ide, ahol tudunk felvenni már jobb egységeket, ugye itt készül a Silent Grove, meg talán majd az Animal Den, és amint az megvan, akkor lejátszani az egyik ilyen csatát. Szóval ja, addig pedig ugye délen megszereztük a Piotrral, megszereztük Karagdumot, úgyhogy maradt még egy kis kiosztatlan XP, vagy perk, legyen a Scared Veteran, és akkor igen, például átadhatnánk majd a Strelcit, átadhatnánk a Wolfhearts-okat, talán egy pókot is. Piotrral most úgy sem tudok lépni, de utána pedig lehetne elkezdeni itt vegzálni vele esetleg itt a Poxmaker-öket. Nem értem. Itt pedig, nem is tudom, ugye ez a kedvencem, a Fragmenti. De ebből már van sok. De van-e elég? Nincs. Nyilván nincs. Úgyhogy még egyet lehoztam. A City of Sprinters megkapta a plague-et, mert nyilván ezért is kell kitakarítani innen a Poxmaker-öket, mert elképesztő, hogy milyen, hogy hozzák magukkal a plague-et, tehát nagyon durva. Nagyon-nagyon kemény. Jó, ugye a pénzből most nem állok szuper jól, de majd lesznek barátaim, és akkor majd ők segítenek. Most már azért elkezd itt kinyílni nekem a világ. Persze a legtöbbekkel már megkötöttem a szövetségeket, vagy a kereskedelmi megállapodásokat, de a Tatjánát pont ugye azért építem, vagy hát képzem, totál képzem, nem pedig építem, hogy ő elmenjen, és akkor új helyeket fedezzem fel. És a kontrollra fogok menni, mert a korrupciót azt le tudom csökkenteni amúgy, azzal, hogy ezekkel a purification csentekkel, a kontrollt viszont nem nagyon tudok. Vagy hát értitek, a kontroll növelés az bizonyos fokig mindig nagyon jól jön, úgyhogy ennek fényében képezzük őt tovább. Piotrral kicsit előre lovaglok, megnézem, hogy van-e itt valami. Kukát előbb-utóbb vissza fog térni, az egészen biztos. Itt van délről, ezeket kellett volna megölni. Na mindegy, itt van Grimgor is egyébként. Jó, Piotrral oda megyünk megölni őket. De hát, ha ők majd házhoz jönnek, vagy értitek? Itt van Grimgor is. Grimgor kicsit aggasztó lehet, hogyha megindul. De egyelőre még nem vagyunk vele hadban. Aztán kell menni, haladjak, igaz? Tehát, hogy igaz, hogy most lemorzsódunk meg minden. De az a lényeg, hogy minél hamarabb odaérjünk, ahova megyünk. És akkor ide kell nekem. Protective Charms megvan. Hex Curse Mark, ugye 3% esély, de ez más, ez nem jó. Spread control nem rossz, de talán, hogyha az evasion megnyílt, akkor már inkább azzal kéne előre haladni, vagy tovább haladni. Oké, a Witch Hunter-t nem tudom, érdemesen mindig egyébként itt dolgokat készíteni. Miért ne? Talán? Mass és Charge bónusz. Ezek nagyon bejöttek, ez az intricate, mi volt ez? Incarnate Wrath. Ez ugye növeli, minél tovább vagyunk mellében, annál erősebb. Ez csökkenti a sebességet, acceleration-t. Végül ezt lehúzom, mert ez jól jöhet, hogyha van egy lovasság egysége az ellenségnek. Például. A Lustusnak közben vége. Azok, akik itt voltak délen? Oké, okay, Grimgor megölte őket. Erre mondjuk akár számíthattam volna is. Ott is jön Kugat. Nagyon-nagyon-nagyon nagy erőkkel érkezik. Az a kérdés, hogy hol szeretnék erre csatát vállalni. Ugye ő be tud jönni akár erről is a Dolgannyir erdőbe. Meddig ér most el Ostankia? Valószínűleg még abban a körben nem fog megérkezni, vagy a következő körben talán megérkezhet a Dolgannyir Forestbe. Szóval a Dolgannyir Forestet nem kell bevédeni, de a Karagdumot be lehetne. Karagdumnak a védelme egyenlőre eléggé szegényes, úgyhogy most ha megállok itt ambusban, nem tudom, az elég lesz. Itt a 12 egység van, itt a Karagdumnál van további 6, viszont ezek szuper gyengék, az úgy 18, és Kukátnak meg ki tudja, hogy milyen van, de arra számítok, hogy azért neki vannak erős egységei, annak ellenére, hogy megint nulláról kellett felépíteni a seregét, de hogyha mondjuk úgy jön ki, akkor akár lehetnek is erős egységei.
Things in the woods. Azt lehet, hogy most itt mondjuk letáborozok. Lehozunk egy tinget. Meg lehozunk egy... Még egy spa... Hát, hatchling. Hatchling nem a kedvencem. Tudunk valahonnan pénzt szerezni? Quick, bármilyen quick deal-lel. Nem. Nem nagyon. Oké. Okay. Tehát végülis a spider hatchling nem nagyon rossz. Nem is nagyon jó, hozzáteszem. Gave bet. Mert most a kukát nem fog elérni Piotrig ebben a körben még. Tehát itt nyugodtan képezhetek neki egységeket. Még talán a következőben sem, de az már kérdőjelesebb. 4.68. Nem sok pénz hiányzik, hogy le tudjak hozni itt egy ilyen jobb egységet. És akkor mondjuk ezekből behozhatnánk. Mondjuk ha ezt szalvázsoljuk, akkor már lejöhet egy Giant Spider. Tök jó. Na, azokkal már lehet dolgokat kezdeni. A Frostmaiden Hero-tatjának pedig Protector legyen, vagy Defender. Ez megint csak korrupciót csökkent, ez pedig Attrition-t. Hát mondjuk ennek is egyiknek sincs értelme jelen állás szerint, mert ez elvileg nem fog seregben szerepelni, vagy szerepet vállalni. Inkább akkor Province Protection-nel menjünk. Kukát egy picit közelebb jött, nem sokkal. Még mindig nem látunk rá az egységeire sajnos, pedig nagyon érdekel, hogy miből élünk, vagy miből dolgozunk. Viszont a Mother pedig nem ér el a dolga annyira erdőbe, úgyhogy egyenlőre megállunk itt. És azért lenne jó, hogyha tudnánk csatát vállalni. Nem is csatát vállalni, hanem hogyha lejátszhatnánk ezt a csatát. Ezt itt, ajátok nem tudom előhozni onnan, majd innen. Ez volt? Melyik csata volt az? Gladportot kéne rédelni egy kis pénzért. Card from Ice, Recruit, igen, az is egy küldetés. Recruit an additional Lord, az utólag majd, I don't know. Frozen Outpost, nem. Commence Curse Mark, ez kell nekem. Ez a csata kell, mert amúgy ilyen szuper gyenge skavenek vannak csak az ellenségnél, mert ez megnyitná nekem ezt, a Commence Curse Markot, ami nagyon lelassítja az egységet, azt a sereget, amire rárakjuk, és ez Kugat ellen elég jól jönne. Úgyhogy ja, ez tök jó lenne. Piotorra lehozok itt még egy... Most a pénzben annyira nem fér bele, de mondom, ez jó lesz majd. Lehozok még egy Things in the Woods-ot, meg jó, lehozok még egy ilyet. És akkor legalább, majd hogyha így Kugatot, most mindenképpen a prió az, hogy Kugatot legyőzzük. És ha Kugatot legyőzzük, akkor utána el tudom majd osztani közöttük, hogy akkor Madarosztánkja megkap jobb egységeket, átveszi a kicsi gyengébbeket Piotr, és akkor utána Madarral mehetünk a Skavenek ellen harcolni. Kaptam egy képességet, a Supervisor az tök jó, illetve egy tech is elkészült, és a training is kompletálva van. Mother egyelőre nincsen szuper készen, de megpróbálhatjuk becsalogatni, hogy megtámadja őt Kugat. Kugat seregére valamiért még mindig nem látunk rá, pedig én mondom, most már nagyon érdekelne. Na, megállunk itt Motherrel, és Piotrral pedig beállunk elé ambusba, mert ezt most csak így lehet elintézni. Esetleg majd a következő körben megpróbáljuk fordítva, de az az elképzelés, hogy Kugat. Most már látjuk, oké, most már látjuk. Holy shit, ez borzasztó ez a sereg. Tele van nörglingekkel. Ahogy ezt Piotr is legyőzi önmagában szerintem kb. Ezen a ponton. De ez nekem mindenképpen jó hír. Jó, mi van itt még nekem? Itt majd szükségem lesz erre. Igen, erre, amint megvan a csata. Mert akkor ez a curse, vagy ez a hex, minek hívják ezt? Whatever. Ez a dolog, ez nem csak, hogy 50%-kal lassítja le a Kugatot, hanem egyenesen meg is állítja. Szóval az elég király. De még egyre nincsen rá pontom, úgyhogy inkább nézzünk valamit, amit aktuálisan tudunk is használni. Azt hiszem, itt erre mentem a Festival of Earth-szára, a research rate miatt, igaz? Jó, oké. Megvan. Építeni most nem hiszem, hogy nagyon tudok. Talán... Gazdaságit? Oké, gazdaságit azt végül is tudok. De a legtöbb építkezés már elkészült. Olyan jó, hogy itt még készül egy... Olyan jó, hogy éjszak felé nem kell nagyon figyelni, meg ebből az irányból védekezni, mert itt viszonylag chill minden. Ez azért... nagy öröm ez. Nagy öröm ez nekem.
Jó, nézzük, hogy Kugát mit fog csinálni. Nyilván most itt még nem tud átjönni a Stormwreck Mount miatt, de majd lehet, hogy ezt befoglalja, és ha úgy van, akkor meg kéne őt támadni. Ja, és még annyi, hogy akkor hozzuk le a hőst magát. Azt nem tudom, ingyen van-e. A Frost Maiden. Igen, ingyen van. Fenntartással lesznek gondok, de őt most lehozzuk, és akkor ezzel megvan a küldetés, egy Obsidian amulet és egy Spirit Essencia. Illetve egy másik és Superior Frost Maiden 25%-kal olcsóbb vele bármit tenni, és 5% plusz az esély arra, hogy sikerül. Jó. Tatjana majd teket tud lopni, asszaszinálni tud, meg asszaultolni tud, mondjuk ezek hasznosak lehetnek. Ezeket most leolcsósítom kicsit. Szóval lehet, hogy még mielőtt elküldöm délre, hogy megkeresse a többi kizlevieket, addig, vagy azelőtt még odaküldöm Kugáttal kicsit össze haverkodni. Az ambus az lebukott, úgyhogy Kugát inkább éjszaknak indult el. Oké, értem. Értem, csak nem tetszik. De akkor csináljuk azt, hogy Piot... Akkor most cseréljük ki a seregeket, úgy döntöttem. És amíg... mondjuk Piotrrel feljövünk a dolga annyira erdőt védeni, és amíg kolbászol majd itt Kugát, addig Ostankiával lejátszuk a nagy csatát. Úgyhogy ezt most ezt nagyon óvatosan kell csinálnom, mert ezt nem lehet akárhogy. Tehát átadjuk először is az Armored Kosszárt, ugye ezt a Watchmen in the Night-ot. Nem, pont ő marad. Mondtam, hogy óvatosnak lenni. Biodinov's Brawlers-t adjuk át. A Wolfheart-okat helyette megkaptok egy gyengébb kosszárt. Átadunk egy Things in the Woods-ot, mert egyet vesztettünk. És átadunk, hogy legyen egy kis ütőerünk, átadunk itt Giant Spider-eket. Ezeket a Giant Spider-eket. És cserébe pedig, hát mit tudunk, igazából más nincsen, kosszárokat lehet cserébe adni. Így. Jó, Piotr, akkor... Piotr ugye felmegy a Dolganyír erdőbe. És Ostankiával pedig... Akkor csatázunk. Szóltok hozzá, hogyha csatáznánk. Ez a rész nem maradjon csata nélkül. Megnézzük ezt a szkévenes összecsapást. Amiből nekem majd nagyon jó jutalmam lesz. Replenish, Cleanse, Corruption. Nem tudom, van most itt korrupció? Lehet, hogy van, mert elkezdtek itt rédelni. Nem úgy tűnik, hogy nagyon lenne. Ami jó hír. Egy bizonyos szinten. Nincs is amúgy ez nem is lehet olyan ütőképes egység. Majd esetleg az erdőnek a védelmével együtt tudunk ebből kezdeni dolgokat. És úgy talán le tudjuk győzni Kugátot. De azért továbbra sem egy szupererős. Ez a Kugát, úgyhogy én nem aggódok annyira emiatt. Na akkor nézzük meg a nagy összecsapást. Ja, várjatok, nem lesz pénzem elteleportálni. Shit. Tényleg nem lesz pénzem elteleportálni? 500 majd a teleportálás. Jó, akkor összekaparjuk, várjál, összekaparjuk a pénzt. Tatjának miért? Oké, valószínűleg merik kattintottam, mert ilyen nagyon creepy hangja volt Tatjának. Tatjana amúgy csatlakozhat. Első körben Piotrhoz, és majd onnan fogjuk majd kipattintani, hogyha szükség lesz rá. Szóval, honnan szerzek pénzt? Merül fel a kérdés, mindannyiótokban valószínűleg jogosan. Senki nem akar ilyen megegyezést kötni, jó. Elég sok pénzre szükségem lenne, 350 aranyra. Ez azért elég nehéz szerezni csak úgy, de nem lehetetlen. Egyszerűen csak meg kell válnunk néhány tájtól, most, vagy Ancillary-től. Ancillary-ben szerencsére rengeteg van. Tax collectorokat mondjuk elküldjük. Ezeket hozzá lehet rakni amúgy hozzájuk. Ó, oh, igen, ez gond. Akkor nem küldjük rá az összes tax collectort. De a bailiff-et azt igen, mert az csak lordhoz rakható. És a lordok meg tele vannak ilyenekkel. Még nálad pont nincsen bailiff, plusz egy kontroll. Nekem most többet ír az, hogy tudjunk teleportálni gyorsan. Úgyhogy ezt a hármat én így salvage-em, de nem is kell amúgy mind a hármat. Elég kettőt. Várj. Most ki van még bejelölve? Valószínűleg itt beakadt valami. Akkor még egyszer csak ezúttal érzéssel. Tehát azt mondom, hogy
ezt a hármat, ha kijelölöm, akkor az 300, tehát ezt mind salvage-elni kell. És még ezen túl meg kell válnunk valamelyik mágikus tárgytól, amit nem használunk. Spell Resistance vagy egy Passive Ability, Melee Defense és Armor. Affects Unit, Flying Unit. Jó, ezt hagyjuk. Ezt hagyjuk, és így már össze is gyűlt a pénzem a teleportra. Are you sure mentő teleport? Yes, 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 very sure indeed. Close Victorinak írja. Oké. Okay. Amit szeretnék itt kiosztani jó pár átkot. Olyanokat, amik... nyilván olyanokat, amik csökkentik az XP-t, mondjuk ez a Poison Wield Globadiers, meg Mortars, ezek tök jók lennének, hogyha így nem lennének tök erősek, és hogyha hamar meghalnának, hogyha ezre így van lehetőség. Hol van a... Itt van? Tifosis. Nem? Fragmentit keresünk, itt van a fragmenti. Ez az 5 fragmentink van. Tehát ezt rárakjuk ide, meg rárakjuk oda. A Plague Claw katapultokra, arra nem, arra úgyis rá fogok rabolni első körben, arra nincs szükség. Aztán nagyon gyors egységeik itt nincsenek. Sensor Bearers, a Sensor Bearer-öket nem szeretem, azok ilyen nagyon kellemetlen egységek, legalábbis szerintem. A Tifosis az mit is ad? Vagy Tiflosis, ez nem derül ki, mert nem működik normálisan, na végre. Melee Defense, Melee Attack és Accuracy minusz 30. Tehát távolsági egységek, amiket közelharcban engage-elek. Oké. Gate of Thorns, igen. Armor minusz 20. Speed és Assel. Oké, ezt rádobjuk ide, a Sensor Bearer-ökre. És ami pedig magamnak kiosztok bónuszt, vagy a saját egységeknek. Ez a Perfect Vigor, Physical Resistance, Incarnate Wrath. Hogyha meg tudnám nézni, az egyszerűen fantasztikus lenne. Thank you. Közelharci egységek, mondjuk... ezek... pókok. Meg... mondjuk ő. Mert olyan gyengébbnek tűnik, mert alacsonyabb szintű. A többiek szerintem nagyjából rendben lesznek. Annélkül, hogy tovább buffolnám őket. Jó, let's go. Itt a trükk az, hogy két irányból érkeznek az egységek. Onnan jön a nagy sereg, és onnan jön egy kisebb sereg a Sensor Bearer-ökkel. Tehát igazából úgy tűnik, hogy ez a veszélyesebb, de igazából nem, talán csak a távolságiak miatt, hanem ez az a veszélyesebb. Úgyhogy most kettő darab részre kell osztanom itt a sereget, és akkor Ostankja fogja vezetni arra felé a támadás, hát a védekezést. Azok lehetnek egy olyan egységek, amik inkább védekezőek, tehát mondjuk sok távolsági benne. Meg mondjuk egy Watchman. A másik irányba pedig ott sokat... Tudjuk, a Ctrl 1. És akkor mondjuk megálltok ide. A többiek pedig a másik irányba inkább olyanok, akik gyorsan felfejlődnek, és esetleg aktívan támadunk a passzivitás helyett. Mert ott sok a távolsági egység, amikkel ugye megint csak vigyázni kell. Miért ilyen rossz az Elementor Bearnek a HP-ja? Ja, mert ő még nem töltődött vissza teljes egészében. Hát, ja, ez egy ilyen biznisz. Oké, okay, és akkor szerintem kezdjünk is bele. Skaven have surrounded us. Persze, se aggódjatok, ti viszont indítsatok egy támadást. Le van zárva. Jó, le van zárva. Tehát itt mindenképpen meg kell indítanom a támadást. A másik irányba védekezhetek. És nem is kell semmit csinálnom. Viszont a Plague Claw katapultok, látjátok, hogy nagyon elkezdtek lőni. Ó, ráadásul elkezdték hátba lőni az egységeket. Hát ez kellemetlen. Támadj be oda. Indítsunk el közben mindenkit. És persze folyamatosan le fognak ránk csapni az egységek. Vagyis a varázslatok. Greater Demon. Ó, jön egy Greater Demon is. Hát az hiányzott, mint egy falat kenyér. Mindjárt beszélünk vele. Arról, hogy ne legyen már annyira Greater az a démon. Hol van a Greater démon? Ott van a Greater démon. Tehát ez fantasztikus. Ez a rész, tehát látjátok, hogy itt azért nagyon-nagyon szépen alakul az áttörés. Mindenki haldoklik, akinek haldokolnia kell, és mindenki él, akinek élnie kell. Például a pókok már nyertek is. És küldjük át őket a
hogy támadják a frissen érkezőket, vagy a hátrébb állókat. Playcloak-ot a pult. Ez nagyon jó. Ez itt ez nem annyira tetszik. Ez a Greyseer. Chaos Rift megnyílt, viszont délen. Ez gond. Close the rift. Oké, okay, hogyan tudnám close-olni a riftet, ha ehhez van valami ötlet esetleg. Közben lőjük a Greater Demont. Mert vele lesznek gondok, sőt hátra küldjük a srácot is. Illetve a pókokat onnan most kihozzuk. Másik irányból nagyrészt menekülnek, de érkeznek ugye újabb egységek, és ott is jönnek rifteken át. Lehet, hogy a Greater Demont, hogyha legyőzzük, akkor rendben leszünk. Ott meghalt a Seer, az tök jó. Most a Greater Demonra kell fókuszálni minden erővel. És amúgy hát a Strelci az nagyon durván viszi be aki a sebzés, hogyha megnézitek. Meg így az összes távolsági egység. Kb. Neki kicsit annyi is volt. Jó, oké. Lőjük a többieket. Az ellenség meghalt. Nagyszerű. Másik oldalon is jönnek egyébként. Tehát még nem szabad... Oké, most szabad. Azt akartam mondani, hogy még nem szabad örülni, mert még messze a vége. De annyira nincsen már messze a vége, tehát hogy... Mert csak le kellett ötölnünk azt a Greater Demont, és akkor ez rendben voltunk. Érdekes kis stratégiai adalék, hogy a Strelcinek papíron nem volt killje, vagy nem sok. Hol vagytok? Itt vannak. De azért 2300 damage-et bevít, és 887-es a damage value-ja, ami jó. Úgyhogy GG. Ügyesek voltatok. Pénzt kérünk, szerintem igen. Most a pénzre van leginkább szükség. A visszatöltés fölösleges, mert úgyis vissza fogunk töltődni kb. Egy kör alatt. És megvan ezzel a Coven's Curse Mark, illetve egy Regiment of Renown. És rengeteg pénz. Miért lett ennyi pénz? Pénzt nem is volt ígérve? Vagy ennyi pénz esett le belőle? De ez kicsit gyanús az a szám, pont 999. I don't know about that. Viszont... Vagy emellett pedig, szintén fontos, hogy Mother-ről tudnék lépni. Jó. Akkor lépek vele. Erre lépek. Szóval... azt, hogy megnyílt a Coven's Curse Mark, és kaptam egy új trinketet. Ez a Warp Stone Fragment. Tehát nézzük meg, hogy ez pontosan miket ad. És most már nem olyan egyszerű, hogy csak így odahúzogatom meg minden, bár azt is meg lehetne csinálni. Tehát Blessingben tudjuk használni Hex Denial Ability, ami Damage Resistance plusz 40%, azért az nem szar. Aztán van egy Unburdened Step, ami Speed, az annyira nem tetszik. Van itt nekünk, ahol kiegészítőként szerepel csak. Rats Grit, akkor nem kiegészítő. Ez is egy passive ability, de minél több egység van range-en belül, annál erősebb, melee defense és bonus versus large-ot ad. Aztán a Cursed-nél van nekünk egy Entropus, ami effects increases, akkor növekszik ez a... ennek az ereje, hogyha az ellenség varázsolgat. Gate of Thorns, ez viszont már volt. Itt csak simán beadott egy plusz weapon damage-et, amit teljesen értelmeszeretlen szerintem. Jó, tehát igazából ezek voltak azok, amik igazán érdekesek. Ez a kettő. Érdekes, hogy csak kettő. Várjál, ez biztos, hogy... ez biztos, hogy így van. Oké, okay, ez az. Ez... várjál. Miért nem lehet ez? Ja, mert ez is stone. Oké, okay, oké, okay, vágom. Szóval nem tudjuk követ berakni, mert már van egy kő a kunyhóban. Akkor ezek az újdonságok, ezek a... amiket így behúztunk. Vissza kéne szerezni azokat, amiket elköltöttem, de közben azért ezt a blessinget ezt én behúzom. És majd a következő körökben visszatöltöm. Amit vissza kell. Viszont most rengeteg pénzem jött be, úgyhogy ezt nagyon jól ki kell használni arra, hogy pumpoljuk felfelé a gazdaságot. City of Splinters még nincs elég emberünk, hogy nincs elég popunk, hogy ezt fel lehessen javítani.
A Volerit fel lehetne, de onnan most nem számítok támadásra, úgyhogy az akár maradhat is így. Ezeket nem tudom mennyire érdemes, valószínűleg nem túlságosan, de ugye ilyen egymás épülő gazdaságunk van, úgyhogy csak ezekkel kell előre haladni, és akkor hát, ha amikor ezek majd elkészülnek, akkor látunk ilyen upticket a bevételben. Például még nincsen Farmstead. Farmstead és a Hello with combo ugye nagyon jól működik együtt, amikor combo van. Viszont ha nem tudjuk kombozni őket, akkor inkább a Market Square-t kell beadni. Ide pedig akkor jöhet a Hello with. Jó. Mother még kap perket, már 20-es szinten van. Itt most, hát ezeket kell kioldani mindenképpen. Úgyhogy nézzünk egy olyat, hogy The Withering. Leadership plusz 8, armor minusz 30, és ráadásul Aria effect. Szóval ezek jól néznek ki. Svetlana megkaphatja. Ó, ezek itt kioldódtak. Jó, akkor nem sokat varázsolgattunk most egyébként. Még azzal lehetett volna javítani a csatának az erején. Summons a Manticore. Spawned unit fight in this battle only. Ez eddig kérdés volt? Mármint nyilván. Nyilván csak ebben a csatában. Mire gondolsz? Már ide nem építettem meg végül. A Market Square-t. Csak mondtam, hogy meg kell majd. Jó. Egységeknek... Piotrnek lehetne lehozni. Piotr megkaphatná itt ezt a cárgárdot. De fölösleges. Nem fölösleges, nincs rá pénzem. Majd a, talán egy pár körrel később. Jó, hát igazából Issab is a Trade Agreement, erre még ránézek, de amúgy ennyi férte be a mai részbe. Az Ice Core, ó, látom az Ice Court-ot. Nem sokára tudunk velük megegyezést kötni, szuper. Azt viszont láttam, hogy Kugat nagyon messzire menekült, úgyhogy őt, hát meg lehetne állítani egyébként. És szerintem a teljes might-unkat így rá kéne irányítani arra, hogy akkor... Hogy akkor kapjuk innen ki Kugatot. Mert szerintem nem túl erős egyébként. Nem túl erős. Meg tudjuk őt ölni, megvan hozzá a technológiánk, úgyhogy... Ja, ez lesz a következő résznek a tartalma. Köszi a figyelmet, innen folytatjuk akkor. Sziasztok!